Na, szevasztok, srácok! Somogyi Dávid éppen fáraszt. Ma egy picit nagyobb távolságra nyúlt be. Konkursz 4-20-as bottal, ha jól látom. Mennyi haladon? 11-et fogtam meg. 11-et fogtál meg. Mennyi ment el? 3. Hát az nem vészes. Ez nem távol. Az nem vészes. Az nem vészes. Hogy érzed? Hogy állsz a szektorban? Nem látom a másik felét az igazság. Itt jól, amit látom az igazság. Másik felét? Várjál, Skultéti veled van, ugye? Igen. Igen, Skultéti az veled van. Hát Skultéti jól áll. Igen? Nem áll rosszul. Mivel kell húzni? Jelented, 50 kilója van? Mennyi? 50 kilója van. Van. Persze. Annyi van neki. De úgy látom, hogy ma a Betamixesek igen jó húzzák. Aha, közel 60. Az nem rossz. Megnézzük egy másik pozícióból is itt a dolgokat. Szépen dolgozik ez a bot. Nagyon jó a fárasztás. Dávidnak talán az az előnye, hogy nagyon érzi ezt a botot, nagyon jól össze vagy összhangban van vele. Ezáltal érzi azt, hogy mennyire kell erőltetni, mikor kell engedni, mikor kell hagyni, hogy a bot dolgozzon helyette. És így nagyon gyorsan tudja kitermelni a halakat. Fenn vannak az oldalon, vagy bizony. Végén? Nem, fent vannak. Minden eredményt feltettünk már az oldalra. Kicsit kioldalazott a hal jobbra. Kis Peti ül Dávid jobbján. Hát nem egyszerű a képlet. Jó, hát a hal már nincs túl messze, inkább az, hogy kioldalazott. Keresem a pozíciót. Közben nyerek egyet, mert igencsak kiszáradok itt a napon. Ha nem tudnátok, hol vagytok, itt van a sapkámon. Azaz, ez is egy tükrös. Azt a beszélt. Dolgozik keményen. Ennyi. 4 méteres nyílnek, nincs ellenfele. Szuper, gratulálok. Így tovább.